Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Semmennyire? Nem vagyunk. Mi baj van a világgal? Távol van az elégedettségtől. Igen? Távol van attól, hogy elégedettek legyünk? Kevéssé megy jó irányba. Kevéssé megy jó irányba. Nagy sebessége rossz irány. Hát, ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Ugye ez egy általános dolog. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Ugye mi azért vagyunk itt, hogy a világ az jó felé haladjon. És ha azt gondolják emberek, hogy ezt nem lehet ezért tenni, ugye kevesek vagyunk ahhoz, mi emberek, a politikusok tudnának tenni, meg mit tudom én, akár multimilliárdosok, stb. Ez óriási tévedésben van. Tehát egy olyan világot élünk, ahol a politikusok nem a népet szolgálják. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a politikusok a népet szolgálják, akkor óriási tévedésben van. Hát eleve tudni kellene azt, hogy miért alakították ki, miért lettek egyáltalán politikusok. Miért lett olyan, hogy politika? Tehát egy kicsit menjünk a történelembe vissza, én nagyon szeretem a történelmet. Tehát régen egy nyelv volt. Egy nyelv. Egy vallás volt. Egy vallás. Oké? Egy nyelv. Egy vallás. Az azt jelenti, hogy egység volt. Az azt jelenti, hogy közösség volt. Oké? A közösség szóban benne van, az, hogy közös ős. Oké? És egyeseknek, illetve még nézzük meg, még maradjunk ott a múltban, azok vezethettek, akiknek a legjobb szellemi és fizikai képességei voltak. Tehát az azt jelenti, hogy tehát itt, ami mondjuk egy törzsben, vagy egy városban, vagy egy faluban, az lehetett a vezető, akinek a legjobb képességei voltak. Tehát az azt jelenti, hogy fizikailag és szellemileg versenyeztek. És aki a legjobb volt, az lehetett mondjuk a törzsfő. Ez így volt több ezer éven keresztül. Oké? Majd azoknak, akiknek ugye gyengébb képességeik voltak, azok megelégelték azt, hogy ők nem kerülhetnek hatalomba. Ugye tudni kell azt, hogy az emberben van egy lélek, és a lélek azért fejlődik. Tehát a léleknek a törvényszerűsége az, amit most mondok. A fejlődés alapja, tehát az értelmes lény fejlődésének alapja a hatalom. Akármilyen hihetetlen. Az azt jelenti, hogyha nincs valamilyen szintű hatalom vágya egy embernek, akkor nincs fejlődés, mert akkor nincs miért fejlődni. Értitek? Mert akkor mi van? Akkor megelégszik azzal, ami van.
minden léleknek eredendően van egy valamilyen szintű hatalomvágya. Ha azt gondolod, hogy neked nincs, hát akkor nézzük meg a párkapcsolatodat. Hogy akartad-e már életedben azt, hogy neked legyen igazad? Akartad-e azt, hogy a másik azt csinálja, amit te akarsz? Ez mi, ha nem hatalomvágy? Hm? Az állatoknál ilyen nincsen. Nincsen. Ösztönök vannak, és ha megnézed, például az hímoroszlánoknál, mondjuk ez a hatalom vágy idézőjelben, ez minden hímoroszlánban egyformán megvan. De az értelmes lényeknél, tehát például az embernél nem egyforma. Van, akiben nagyobb a hatalomvágy, van, akiben kisebb a hatalomvágy. Oké? Okay? A világegyetem mozgató rugója, akármilyen hihetetlen, amit most mondok, az a hatalomvágy. Oké? Okay? Tehát a hatalomvágyból fakad a terjeszkedés. Nyilván nem a súlygyarapodásra gondolok. Az a terjeszkedés, hogy több legyen. Több, több, több. Érted? Ez egy természetes dolog lenne az értelmes lényeknél. De ezt úgy kell csinálni, hogy nem mások kárára. Oké? Okay? Tehát ezért a múltban ez úgy volt, hogy a legjobb képességűek lehettek a legmagasabb hatalmi szinten. Tehát ő volt a vezér, ő volt a törzsfő. Érted? Akinek a legjobb képessége volt. De ezzel nem éltek vissza az emberek. Oké? Okay? Tehát nem azért került valaki hatalomba a múltban, hogy visszaéljen vele, hanem azért, mert ő volt a legjobb képességű. Világos? És a természetes hatalomvágyát nem nyomták el gyerekkorban. Tehát minden férfiban, minden nőben megtalálható a természetes hatalomvágy, de ez nem az ösztöneinkből fakad, ez a lelkünkből fakad. Ha a léleknek nem lenne hatalomvágya, akkor a világegyetem még mindig azon a szinten lenne, hogy a nagy űr, ahol semmi nincs. Tehát ahol nincs élet, nincs anyag. Oké? Okay? Tehát az anyag és az élet az a hatalomvágyból fakadt. Különben nem hozták volna létre az életet meg az anyagot. Világos? Tehát a léleknek ez egy alap működése. Egy teljesen alap működése. De mondom, nem mások rovására. És évezredeken keresztül, akik hatalmon voltak, úgy voltak hatalmon, hogy nem mások rovására. Világos ez? Hanem mások javára. Miért? Mert ők voltak a legjobb képességűek, tehát ők rendelkeztek a legjobb képességekkel, és az emberek javát szolgálták az ő képességeik. Érted? Tehát ez volt, így működött. És akkor voltak azok az emberek, akik nem juthattak hatalomra, és akkor próbáltak valamit kieszelni, hogy mi a manót csináljunk, hogy hát a gyengébb képességgel is hatalomra kerüljek. És akkor kitalálták azt, hogy hát ugye azok irányítanak, akik jó képességűek, akkor mi lenne, hogyha úgy nevelnénk föl a gyerekeket, hogy a gyerekek nem értenék meg a parancsokat, illetve az utasításokat.
És az hogy ne értsék meg? Hát módosítjuk a nyelvet. És ha módosítják a nyelvet, akkor az utódok már nem fogják érteni, hogy mit akarnak neki mondani. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogy már is megtörtént a megosztás, az emberek megosztása. Ez volt az első lépés. Majd ennek alapján, ugye a nyelvek alapján kialakult az, hogy megint kik legyenek hatalmon. Akkor megint voltak olyan emberek, akik nem tudtak hatalomra kerülni. És akkor kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha tovább osztanánk a hatalmi struktúrát, találjuk ki a, hát nem így nevezték ezt, de kitalálták a vallást. Az volt a következő lépés, amivel tovább osztották az embereket. Oké? Okay? Még a valláson vagy a nyelven belül is tovább osztották az embereket. Tehát az azonos nyelvűeket is sikerült tovább osztani a vallásokkal. Hát most mondok példát, tudnod kellene azt, hogy a római katolikus vallás vezetője, ugye a pápa, és a pápa adott utasítást arra, hogy hozzanak létre egy új vallást. Így jött létre a mohamedán vallás, tehát ami azt jelenti, hogy hogy hívják más néven? A mohamedán vallást? Nem. Muzulmán. Így van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy ők tanították Mohamedet. Oké? Ők képezték Mohamedet. Ők finanszírozták Mohamedet. Oszd meg és uralkodj. Oké? Okay? De arra nem számítottak, hogy túlnő az a vallás a római katolikus valláson. Oké? Okay? Akkor nézzük tovább. De ez sem volt elég azoknak, akik hatalomra törekedtek, de még gyengébb képességekkel rendelkeztek, tehát ha megnézed, akkor a nyelv volt az egyik olyan, ami a gyengébb képességűek hatalmát eredményezte, majd a még gyengébb képességűek révén jött létre a vallás, majd a még gyengébb képességűek hozták létre a politikát. Oké? Okay? És ha megnézed, hát a legtöbb politikus ostoba, szó szerint. Olyan, mintha csökkent értelmű lenne a legtöbb politikus. Szó szerint, gondold végig. Régen azt mondták volna, hogy süsü. Szóval, ráadásul vannak, ugye megnézed, dinasztiák, akik mondjuk a valláson mentek végig, és azoknak az utóda is még ott vannak a vallás, annak a vallásnak a vezetésében. Ugyanúgy a politikusok is, ha megnézed, létre tudnak hozni dinasztiákat. Ami azt jelenti, hogy az apja is politikus volt, a nagyapja is politikus volt, a dédapja is politikus volt. Érted? Na most, ha gyenge képességű a szülő, akkor gyenge képességű lesz a gyerek is
várhatóan. Mert egy jó képességű gyerek az nem fog hülye szülőket választani. Érted? Szóval, miért? Mert a neveltetés révén hülyévé teszik az jó képességű gyereket. Érted? Tehát hiába jó képességű egy gyerek, ha a szülő hülye, mert hülyévé teszi a gyerekét. Világos ez? Hát ezért ugye, mikor a lélek kiválasztja a szüleit, akkor az ő saját képességeihez válaszza, fejlődéséhez válaszza a szüleit. Világos ez? Tehát nagyon jól látni ezt a folyamatot, hogy régebben ugye vannak a generációk, 25 évente vannak a generációk. És ugye ami most van generáció, ahhoz képest volt egy előző, ahhoz képest azt mondja, hogy volt egy előző, és úgy jutunk az én generációmhoz. És a szüleim generációja, az már egy következő, előző generáció. Tehát ami azt jelenti, hogy tökéletesen látni az én generációm esetén, hogy sokkal rosszabb képességekkel született az a generáció, mint a következő. És azt is láttam, hogy az utána következő még értelmesebb generációnak született, és az utána következő még értelmesebb generációnak született. Erre elhűlést látni, elbutulást látni. Azt látni, hogy a generációk butulnak el, tehát felnőttként sokkal bénábbul működnek, mint az előző generáció. Meg az azelőtti generáció. Tehát azt látni, hogy generációról generációra egyre bénábban működnek a generációk az életben úgy, hogy jobb képességekkel születtek. Egyre jobb képességekkel születtek. És minek a következménye? A szülői elhűlés, elhűítés következménye. Tehát odaadsz hülye szülőknek egy okos, értelmes újszülöttet mondjuk, tudni, hogy mire felnőtt lesz, hülye lesz. Ő is. Oké? Okay. Hát persze. Persze. Hoppá. Hova lett? Ja? Jó. Visszajött. Szóval, gondoljátok végig, ez így van. És hát most gondold végig, hogy a hatalmi struktúra legalja, értelmi szinten, azok a politikusok. Ezért van az, hogy a politikusokat simán megveszik kilóra. Érted? Megveszik őket. És gyakorlatilag, ha megnézed, hát a legtöbb politikust megvették kilóra. Vagy nézzük meg, akkor azt mondod, hogy nem vették meg. Hát akkor meg tök hülyék. Miért? Hát menjünk vissza a Covidra. A Covidnál a politikusokat vagy megvették, vagy tök hülyék. Ezt be is bizonyították, hogy vagy megvették őket, vagy tök hülyék voltak. És ezek vannak hatalmon. Oké?
Csak hogy világos legyen. Tehát az egészet az első pillanattól át lehetett látni. És ők vagy tök hülyék, és nem látták át, vagy megvették, és ezért nem láthatták át. Világos? Nincs harmadik variáció, csak ez a kettő. Melyik a jobb? Egyik se. Egyik 19, másik egy hiány 20. Oké? Okay. Világos? Megnézed a parlamentben. Van egy ilyen leírás az interneten, hogy a parlamenti képviselők közül. Ki hány napot dolgozott életében? Nem sok. A félház gyakorlatilag egy napot se. Érted? Akkor gondold végig, milyen tapasztalata lehet, ha ő sose dolgozott. Oké? Okay. Na most, ugye miért mondom ezeket? Hát mert arról volt szó, hogy az emberek arra várnak, hogy majd megoldják a politikusok, akik vagy tök hülyék, vagy megvették. Kik azok, akik megveszik? Hát ugye nagyon egyszerű. Ma a pénz világát éljük. Az azt jelenti, hogy minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb a hatalom. Oké? Okay. És bizony ebben a világban vannak olyan gazdag emberek, akik jóval gazdagabbak, mint annak idején bármilyen király vagy császár. Oké? Okay. Az azt jelenti, hogy nagyobb hatalma van, mert a pénzvilágát éljük, nagyobb hatalma van, mint a királyoknak, meg a császároknak volt. Mert nagyobb a vagyonuk. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy az ő érdekeik, tehát ezeknek az embereknek az érdekei kell, hogy érvényesüljön a világban. Oké? Okay? És ezért vagy hülye embereket patrolálnak, hogy ő legyen az ország vezetője, vagy ha értelmesebb ember kerül az ország vezetésére, akkor meg megveszik kilóra. Oké? Okay? Tehát ezt át kellene látni, hogy ez így működik. Tehát a világot, ez nem összeesküvés elmélet, hogy a leggazdagabb emberek irányítják, nem a politikusok. És mondok példát, jó? Azok az emberek, akik nem akartak beállni a sorba, az politikusokról van szó. Mondok példát, jó? Azt mondja, hogy Kennedy. Tehát ő az amerikai hadsereg által akarta magához ragadni a hatalmat. Oké? Okay? De extra szuper gazdag család, a Kennedy család. Tehát sokkal gazdagabb a Kennedy család, mint a Elon Musk. Sokkal gazdagabb. Hogy világos legyen. Vagy mint mondjuk a, mit tudom én, mondjuk a Facebooknak a vezetője, Zuckerberg, vagy bármelyik, érted?
Tehát a Kennedy család sokkal gazdagabb. Akkor át akarta venni a hatalmat, honnan? A Rothschild családtól. Oké? És mi lett vele? Piff! Likvidálták. Oké? Az iraki elnök, Saddam Hussein, szolgálta, tehát a Saddam Hussein szüntette meg a sah hatalmát, az iraki sahnak a hatalmát. Azt úgy hívták, mindjárt eszembe jut, hogy Reza Pahlavi, ha jól emlékszem. Az ott az iraki sah, tehát szupervezető. És a Pahlavi nem volt jó az amerikaiakkal, nem volt jóba. Ezért pénzelték a Saddam Husseint. Oké? És azt csinált egy puccsot. És ugye a Saddam Hussein került hatalomra, és a sahot elzavarták. Nem hiszed? Nézz utána, ez pont így volt. És hát utána Amerika hát azt akarta, hogy Saddam Hussein úgy táncoljon, ahogy ők fütyülnek. És Saddam Hussein meg elkezdett eltávolodni az amerikaiaktól. Oké? Erre meg akarták venni. Ő beintett. Utána megfenyegették. Ő erre beintett. Utána elfoglalták az országát. Világos? De, hogy tiszta és világos legyen, az amerikai hadsereget látszólag az elnök parancsnokolja. Hát ő a parancsnok, ő a főparancsnok. Az amerikai elnök főparancsnok. Mondom, látszólag. Közben az amerikai elnök kiszolgálja a leggazdagabb emberek igényeit. Az Amerikában ugye kik a leges leggazdagabb család? Ugye az a Rockefeller család. De hát ott van több gazdag család. Mert ott van a Morgan család is. Ott a Kennedy család is. Oké? Meg mit tudom, most hirtelen több nem jut eszembe, de biztos, hogy van még. Szóval a lényeg az, hogy te azt gondolod, hogy majd megoldják a politikusok. Meg megoldják a milliárdosok. Akkor te óriási tévedésben vagy. Tehát nekik az az érdekük, mutatom, hogy mi az érdekük. Ez most nem érdekes. Itt van. Hogy elbutuljanak az emberek. Minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebben meg lehet etetni minden szarra. Oké? Szó szerint. Annál jobban elhisz mindent. Hát a világon az emberek jó része még mindig elhiszi azt, hogy őket nem mérgezik. De mindig elhiszi. Hát megnézed az élelmiszereket, ugye azokat, amiket, tehát most tudom én, nem egy paradicsomra mondom, vagy egy, de az azért nem annyira, érted? Tehát vagy egy, nem egy répára mondom, hanem az, ami össze van állítva, hogy mik vannak benne. Érted? Vegyi anyagok. De a vegyi anyaggal a szervezetünk nem tud mit kezdeni.
A vegyi anyag az egy méreg az ember szervezetében. Hát olyan egy szép a mi magyar nyelvünk. Hát amikor te mérges vagy, az azt jelenti, hogy a méreg anyag fel van halmozódva benned. Érted? És megnyilvánul a mérgességed révén, hogy fel van halmozódva a méreg anyag. Oké? Okay? És akkor ugye mit csinálnak erre az emberek? Hát hogy tudna a méreganyag, tehát a vegyi anyag, hogy tudna távozni a szervezetből? Az nem távozik egyszerűen, az nem olyan, hogy fogod, kipisiled. Hanem az azt csinálja a szervezet, hogy ne károsítsa a szervezetet, ezért izolálja, tehát ami azt jelenti, hogy elhatárolja a szervezet többi részétől. Tehát zsírsejtbe ágyazza be, tehát zsírral veszi körül. Zsírral veszi körül, hogy nem érgezze. De akkor is van méreganyag, mert folyamatosan viszi be az ember a méreganyagot. És ugye mi lesz, mit lehetne csinálni? Tehát ezeket az izolált, tehát elhatárolt mérgeket egyféleképpen lehet kiszedni. Izzadás révén. Erre mit súlykolnak az emberekbe? Hogy ne izzadj. Érted? Hát ezt súlykolják. Mert akkor büdös leszel. Hát de fürdőszobát föltalálták már elég rég, nem? És akkor nem lesz az ember büdös, nem? Tehát ami gondold végig, hát elhűítik az embereket, teljesen tudatlanná teszik. Az emberek nem tudják azt, hogy mit kellene cselekedni. Mit kellene tenni? És hallgatnak a felépített emberekre. Figyeld meg! Ha te azt hiszed, hogy a reklámok a tévében, tehát tévéről, reklámokról beszélek, azok csak úgy vannak, mert megfizetik. Ez eddig igaz is. De a reklámokhoz szinkronizálják a filmeket, vagy olyan reklámokkal szinkronizálják, olyan hanggal szinkronizálják a reklámokat, ami a színésznek, általában a főszereplőknek, valamelyik főszereplőnek a hangja. És ha megnézed, nem látsz olyan reklámot a tévében, olyan reklámblokkot, ahol ez nem igaz. Tehát éppen egy film megy, és közben a reklámblokkban legalább egy-két reklámnak a hangja, ott van a filmben a szinkrohangként. Miért? Mert reaktív elme. Hú, hát ez ugyanaz a hang. Észre se veszed? Észre se veszed, hogy ugyanaz a hang. Érted? És mert ő mondja, aki ott a filmben a főszereplő, hát akkor az rossz nem lehet, azt kell csinálni. Hát láttátok a Covid-nál is, az óriás plakátokon az ismert emberek voltak kín, hogy oltasd be magad. Ezeket át kellene látni. Mindig mondom, figyeld Marian, abban a reklámban annak a színésznek a hangja van, aki a filmben szerepel, mint szinkronszínész.
Ha magyar filmről van szó, akkor meg persze, akkor még össze is passzol a színész a hangjával. Szóval felépített emberek mondanak valamit, és akkor az emberek elhiszik. Oké, akkor az úgy van. Hát ez, mint ma hallok egy reklámot, vagy izét, híreket, nem is reklámot, rádióban hallom. De, tehát nem azért hallgatok híreket, mert érdekel, hanem ilyen szempontomból odafigyelek. Szóval, szól a reklám, nem reklám, a hírek arról, hogy ó, hát Magyarország elérte, hogy már annyi a napenergia visszatermelés, hogy már nem kell exportálnunk villanyáramot. Vagy importálni, bocsánat, importálni, hanem exportálni akarunk. És ez a hír, érted? Ez a hír. És hogy ez milyen frankó dolog, tudod? Szuper. Na most. Például akik az utolsó pályázatba vehettek részt, azoknak raktározni kell az áramot. Akkumulátorokkal. Tehát nem visszatermelés folyik. Érted? Hanem ezáltal többe kerül jóval a telepítés, mert raktározniuk kell az áramot. Tehát nem tölthetik vissza a hálózatba. Akkor a visszatöltés, tehát ugye tudod, hogy olyan 45 forint egy kilowatt. Ez a kedvezményes áram, ez 45 forint. Tudod, mennyit adnak érte, ha visszatöltesz? 9-et. 9 forintot. Így van, ötödét. Így van. Na, akkor a múltkor nézem, egy ilyen dokumentumfilm, hogy volt egy hatalmas űrparabola, amivel vizsgálták a világ legnagyobb földi, vagy egyik legnagyobb ilyen földi parabolája. De mivel ezt a Hubble-t megcsinálták, meg már ugye a parabolákat, tehát ez olyan parabola, amivel vizsgálták az univerzumot. De mivel ugye már olyatokat csinálnak, hogy kint a világűrben vannak ilyen parabolák, és annak sokkal tisztább a képe, ezáltal ezeket a földi a hatalmas parabolákat, ezeket szüntetik meg. És akkor azt csinálták, hogy ezt a hatalmas, és ráadásul ugye forgatható. Tehát minden irányba forog. Betelepítették valami 40 vagy nem tudom hány rengeteg, megszámoltam mennyi van rajta, napelembe. Oké? És utána azt mondták, hogy ez évente, de elmondanám, hogy úgy telepítették ezt a parabolát, hogy a felhőszint fölé. Tehát, hogy tudják az eget vele képzelni. Oké? Felhőszint fölé. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felhő nem árnyékolja. És ezért rakták tele, valami 40-valahányra emlékszem, hogy 40-valahányat raktak rá. Ezért tele rakták napelembe. Mert tud a naphoz fordulni, úgy, ahogy a nap jár, be tud vele fordulni. Érted? Ezért mindig ideális a nap. És mivel felhő határ fölött van, ezért gyakorlatilag ugye jó a hatékonyság. És elmondták, hogy mennyi áramot fog termelni, éves szinten kiszámolták. Hát én nem voltam rest, visszaosztottam. Ugye tudom, hogy mennyit termelnek ezek a napelemek, először is felszoroztam, ugye a napelemek számával. Ugye, hogy hány kilowatt? Tehát hány kilowatt a teljesítménye? Majd elkezdtem visszaosztani, hogy megnézzem,
hogy napi szinten hány óra és hány kilowatt a kapacitása. És átlagosan 6 órát termel. 6 órát, a 24-ből tehát. 6 órát dolgozik. Érted? Úgy, hogy forog a nap után, és nincs felhő. Csak nagyon ritkán. Érted? Ami azt jelenti, hogy elég siralmas hatékonyság. Én azt gondoltam, hogy hát legalább egy 8-10 órát azért dolgozik. Hát hiszen megnézed, hát nyáron, hát gondold végig. Hát már, mit tudom én, már 4 órakor kell a nap. És mikor fekszik 9 után? Érted? Hát ez hány óra? És erre 6 órára jön ki a hatékonyság. És az emberek el vannak ájulva a napelemtől. Érted? Hát egy abszolút nem hatékony vacak. Azt mondja, hogy nekünk 87 óta, nem, 86 óta villanyfűtésünk van. Hát 86 óta. Az egész ház, ugye jó, akkor nem ekkora volt, most jelenleg 120 négyzetméter, az hőtárolós kályhákkal van fűtve. Tehát nekünk igazán megérné napelemeket fölrakni. Miért? Mert semmilyen befektetés a fűtés korszerűsítésre nem kell. Érted? Mert két kábel aztán megvan oldva, érted? És mindig, amikor küldtek ajánlatot, elkezdtem számolni, és mindig arra jöttem rá, hogy sose éri meg. Tehát mire megtérülne, addigra le kell cserélni. Érted? És a javítási költségeket nem is, meg a tisztogatási költségeket nem is számoltam. Tehát, hogyha tönkre megy valamilyen alkatrész, akkor csere, azt nem számoltam. Vagy azt, hogy tisztogatni kell időnként, azt se számoltam. De az embereket simán megetetik. Simán, érted? Simán. És nem számolnak utána. De az volt rögtön erre a hírekre a válaszom. Nagyon egyszerű válaszom volt. Adjatok el minél több elektromos autót, és már is nem lesz elég az energia a termelésünk. Ilyen egyszerű. Mert ugye arra törekednek, hogy elektromos autókkal járjanak az emberek. Ami megint egy óriási átverés. Mert az elektromos áramot a világban nagyon nagy részben nem tiszta energiaforrásból állítják elő. Hanem miből? Atomerőmű. Amit nem tudnak mit kezdeni az atomhulladékkal. Egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Akkor, ugye vízi erőmű, szétrombolják a természetet a vízi erőmű miatt. Ugye gázerőművek, olajerőművek és szénerőművek. Ezekből állítják elő a világ áramellátásának kb. 80-valahány százalékát. Miről beszélünk? Milyen környezetbarát dologról beszélünk. Tehát azt gondolja valaki, ezt már mondtam többször, hogy ő elektromos autóval jár, milyen jó az neki. Közben ugye a benzines autó, meg a gázolajos autó, mindenféle szűrők vannak.
azok sokkal finomabb szűrők, sokkal jobb szűrők, mint amit a, mondjuk egy szénerőmű kéményére raknak. Tehát egy szénerőműre fölraknak szűrőket, az közel nem szűr úgy, mint egy autónak a szűrője. Tehát úgy megetetik az embereket, hogy akarják, érted? És ugye egyre többen vesznek elektromos autót, amire senki nem gondol, hogy van egy olyan, hogy elektroszmog. Most gondold végig, az elektroszmog az amperre épül. Hogy mennyi amper folyik. Az nem számít, hogy hány volt folyik. Az nem számít. Az vagy alig számít valamit. Az számít, hogy mekkora áramerősség folyik. Áramerősség. Oké? Ez a lényeg. És minél nagyobb az áramerősség, annál nagyobb az elektroszmog. Nekem itt van egy elektroszmog mérő készülékem. És csak úgy mutatnám. Oké? Jó? Nagyon szépen kimutatja. Pedig ez egy nem is egy komoly elektroszmog mérőkészülék. Na és gondold végig, az elektroszmog az tudnunk kell, hogy káros a szervezetre. Minél nagyobb az elektroszmog. Tehát úgy működik a szervezet, hogy most mondok példát. Jó? Furcsa számok. Amikor volt a spanyolnát, ha hallottatok róla, akkor vezették be világszerte, illetve ott, ahol spanyolnátha volt, a rádióadókat. Előtte vezették be. A rádióadókat. A, milyen rádiót? A rendes rádiót. A középhullámú, rövid hullámú rádióadókat. És a szervezete úgy tolerálta az embernek, hogy tömegesen haltak bele az emberek spanyolnátába. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a COVID is összefüggésben van az 5G bevezetésével. Persze a szervezet előbb-utóbb, hát ha nem hal bele, akkor alkalmazkodik. Mint ahogy a középrádió, középhullámhoz, meg a rövid hullámhoz is, tehát rádióhullámokhoz, ugye alkalmazkodtak az emberek szervezetei, de, de hát akkor sem egészséges. Tehát például, mit tudom én mondjuk, túl sok az elektroszmog mondjuk a fejednél, amikor alszol, akkor álmatlanságot okoz. Csak most mondok példát. Jó? Idegességet okoz, stresszt okoz az elektroszmog. De elektroszmogos környezetben valaki sokat van, akkor ideges lesz, stresszes lesz. Oké? Okay? Ezáltal rossz hangulatúvá válik. Na most, tehát úgy, hogy mondjuk a hálózati vezetékekben, vagy a elektromos készülékeidben kis áramerősség folyik viszonylag. Oké? Tehát nem véletlenül régen fémcsőbe rakták a vezetékeket. Tehát a családi házakban fémcsőbe volt. Ezt úgy hívták, hogy Berman cső, ólomból volt a cső. Oké? Így van. Nem volt véletlen. Hogy mert az a fém nem engedi át az elektroszmogot. Oké? Na most. Gondold végig, csinálják az elektromos autókat, amely általában 48 volt. 48 voltos.
Okay? Nem a feszültség számít elsősorban, mindig az áramerősség. És számolt ki, mondjuk az autó 70 kW-os. Az 70 ezer watt. Oké? A 70 kW. Az 70 ezer watt. Na most nézzük tovább. Úgy számoljuk ki az áramerősséget, ugye, hogy a 70 kW az a teljesítmény. Az a P. A feszültség az U. Tanultuk fizikában. És az itt kell kiszámolni. P-t és akkor P egyenlő U szor I egyenlő P per U. Az azt jelenti, hogy a 70 ezret oszd el 48-al. 70 ezer osztva 48-al, annyi amper folyik. Mikor halad az autó? Mikor kihasználja a teljesítményét? Ha éppen csak 30 kW-ot használ ki a teljesítményéből, akkor nyilván a 30 ezret kell elosztani 48-al. Az annyi amper. Az azt jelenti, hogy a hálózati feszültség az általában 10-15, max, hát általában max 15 amper, 16 amper folyik a hálózati vezetékekben. Max 16. Akkor számolt ki, hogy hányszorosa az áramerősség mondjuk a lakásban lévő áramerősségnek. Sokszorosa. Az azt jelenti, hogy sokszoros az elektroszmog. Beszéltünk egy taxissal, elektromos autóval járt, és azt mondta, hogy most éppen már nem. Á, már tudja, hogy miért volt ő mindig ideges. Mikor elektromos autóval taxizott. Szóval, most gondold végig, és ilyen autókat adnak el az embereknek. A tökkel ütött emberek. Mert nem veszi a fáradtságot, hogy mondjuk a fizikai tanulmányait előszedje. Tehát az emberek úgy meg vannak etetve, de úgy. És gondold végig, ott vannak például a, maradjunk az elektromos autóknál. Hát ugye tele van akkumulátor. Az akkumulátor előállítása sose volt környezetbarát. Semmilyen akkumulátor előállítás nem volt környezetbarát. De nem is ez a lényeg. Hanem az akkumulátor miatt több mázsával nehezebb az autó. És minél nehezebb egy autó, ugye annál több energia kell a mozgatásához. Persze. Ezért megnézed, az elektromos autóknak a gumia virsli. Viszli, vékony, hogy gondold még, nagy súlyú autó és vékony a kereke, röhely. Fékezésnél remek, meg kanyarba is remek, persze. Gondold végig. Ugye a hagyományos autóknak minél nehezebb, annál szélesebb a gumia. Itt nem. De nézzük tovább. Ráadásul ugye mit csinálnak súlycsökkentést? Hát ezért fogják, és műanyagból csinálják az autókat. Ami egyáltalán nem árnyékol. Érted? Na most a fém az árnyékol, de hát akkor is mennek vezetékek. Érted? És ráadásul a panelházakban, ahol fém rács van, az vasbeton. Tehát a vasbetonházakról beszélek. Azok pedig bezárják az elektroszmogot. Érted?
Tehát ezért, hogyha vasbeton házban lakik valaki, akkor ne csodálkozzon, hogy szokott ideges lenni. Mert mondom, maga az acél, a rács, az bezárja az elektroszmogot. Tehát gondold végig, ül a fém autóba, óriási áramerősségekkel, és közben be van zárva abba az áramerősség, tehát abba a hatalmas elektroszmogba. Hát én azt mondom, hogy pár év, azt mehetsz a temetőbe. Oké? Okay? De nem úgy, hogy lábon. Nem tudod, visznek. Így van. Elektromos autóval, mert képzeld, ott a temetőbe is már elektromos autóval viszik a halottat. Igen. Tényleg abban viszik. Abban. Nehogy véletlen fölé menjen. Tehát most gondold végig akkor, ugye kik gyártják ezeket az autókat? Nem a Schrödingerek, hanem a világ leggazdagabb emberei. Oké? Okay? A tulajdonosok. Tehát a legnagyobb autógyárak, azok mind a világ leggazdagabb embereinek a kezében van. És akkor tőlük számítasz jóra. Akiktől függ, hogy mi kerül az élelmiszerbe, és belerakják a vegyi anyagokat. Akiktől függ, hogy milyen autót gyártanak, érted? Hát most mondok példát. Hát a mai anyagokat figyelembe véve, ha autót akarnak létrehozni, érted? Akkor a mai anyagokkal nem kell kísérletezni. Akkor gázüzem. És az a legkevésbé környezetszennyező, az összes közül. Kevésbé környezetszennyező, mint a benzin, kevésbé környezetszennyező, mint a dízel. Érted? Legkevésbé. És miért nem ilyen üzeműek az autók? Miért nem gázüzeműek? Mert hogy fölrobban? Nem robban föl. Hát már vannak olyan tartályok, hogy törhetetlen anyagból van. Érted? És abban a pillanatban, amint ütközést érzékel, lezárja a gázáramlást. És nem tud fölrobbanni. Miért nem gáz? Van annyi gáz a világban, mint a rosszabb, érted? Szó szerint. Szó szerint. Miért nem azzal? Persze vannak ilyen autók, de nem azzal járnak az emberek, mert alig van ilyen autó. Vagy miért nem biodízel? Mint például Dél-Amerikában. Oké? Okay. Az mit jelent? Étolajból van csinálva. Érted? És az azt jelenti, hogy mikor sütöd a krumplit, na olyan szaga van a kipufogónak. Tényleg? Komolyan? Igen, ilyen pecsenyes szaga. Szóval, tehát lehetne ilyenből csinálni. De nem ebből csinálják. Érted? Nem ebből csinálják. Hanem olyan anyagból, ami sokkal több embert fog beteggé tenni, mint eddig bármilyen autó. Érted? Ráadásul, nem tudom, hallottatok-e róla, hogy ezek az akkumulátorok robbanásveszélyesek. És nem tudják eloltani. Láttam már a Facebookon egy csomó. Nem tudják eloltani. Igen. Vett a múltkor egyik rokonunk elektromos autót, egy Volkswagen, ezt a kicsit, ezt a Volkswagen, a Polónál egy kicsit kisebb. Na olyat, elektromosban. És majdnem akkora, mint a Póló. Tudod, mikor vettem? Ön 2 éve. Ó, hát nagyon oda volt. Érte? Hogy milyen jó lesz az neki. Ugye a városban, stb.
Tudod, mit mondott legutoljára, amikor találkoztunk? Mikor találkoztunk? Egy pár hete. Ki is vitt megmutogatni? Azt mondta, hogy egy hatalmas átverés. Oké? Okay? Tehát amikor megvette, én bojkottáltam. Ki sem mentem megnézni. Tényleg. Nem mentem ki megnézni, mikor jött vele. Nem mentem ki. Miért? Mert tudtam, hogy nagy baromságot csinált, és hát egy olyat nem fogok megnézni, ami baromság, érted? És hát most 2 év után rájött arra, hogy jó nagy átverés volt. Oké? Hát minden tekintetben. Tehát anyagspórolás miatt mindenki van belőle hagyva. Tehát ami azt jelenti, hogy még hangszigetelés sincs benne. Oké? Jó, az elektromos motor az nem hangos. Nem is a motorról van szó, hanem a menetzajról. Oké? Szóval, hát meg gondolom nem csak ebből az egy szempontból említette ezt a dolgot, hanem csak én nem akartam, hogy részletezze, persze. Jó, tehát hát elhűítés van, elbutítás van a világunkban. Hiába születnek a jogképességű, egyre jobb képességű gyerekek. Ha a szülők elbutítják őket. Oké? Okay. Tehát nem kellene eszesebbé tenni az embereket? Gondoljátok végig. Hát nekünk van egy képzés rendszerünk, amit ugye én dolgoztam ki, 26 témából, menjünk oda. 26 téma. Hoppá. Így is lehet. Így gyorsabb. Hopp, már túl is mentünk. Itt van. 26 téma, olyan témák, hogy etika, mi az a coach, azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. Egy szakma egyébként. Etika, eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, gyereknevelés, párkapcsolat, egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő, szervezetvezető, problémamegoldó, sikerteremtő, szervező, marketing, konfliktusfeloldó. Hát ez 26 téma volt. Tehát az élet és emberismeret területén, amivel az ember találkozhat az életében, például önmagaddal kapcsolatosan, pároddal kapcsolatban, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel kapcsolatos tudás, az itt megtalálható. Teljesen megfizethető áron. A havi képzések értéke az 200 ezer forint, 30 óra. Tehát ha havi képzések ára, nem ára, értéke 200 ezer forint, de ez most hozzá tudsz jutni az első hónapban 19.700-ért, a második hónaptól 12.500-ért árgaranciával. Ami azt jelenti, hogy nem fogjuk fölemelni neked 200 ezer forintra. Ha csak nem romlik le úgy a pénz. Így van, így van. Szóval, gondold végig, ha azt gondolod, hogy igenis kellene tenni az emberek tudatosságáért, persze természetesen a saját tudatosságodért is, hát akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy
Jó, ez így, ahogy van. Legfeljebb megyünk a levesbe. Hát akkor megcsináld azt, amit eddig. Az a te dolgod, és akkor te mész a levesbe. Ennyi. De mi nem akarunk a levesbe menni. Mi létre akarunk hozni egy szeretett korszakot. Érted? Egy olyan korszakot, ami elnyomásmentes. És arról, hogy az elnyomók, amikor kell, fődobják a talpukat, arról a fentiek majd gondoskodnak. Miért tudnak gondoskodni? Mert a születés és a halál az minden esetben az ő dolguk, kivétel akkor, hogyha valaki öngyilkos lesz. Oké? De ez az ő dolguk. Ez azt jelenti, hogy tőlük függött, hogy te megszülettél, és ha nem leszel öngyilkos, akkor meg önpusztító, akkor tőlük függ, hogy mikor halsz meg. Oké? Tehát például, mikor látsz valakit, aki hirtelen egészséges emberként földobja a talpát, azt tudja, hogy kivonták a forgalomból. Oké? Persze, hogyha valaki ugye önpusztító életet él, és ezáltal tönkre teszi magát, az az ő dolga. Az olyasmi, mint az öngyilkosság. Érted? Csak az nem a nyílt öngyilkosság, hanem a burkolt öngyilkosság. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát szándékosan önpusztítja magát valaki, azt úgy hívják, hogy burkolt öngyilkosság. Jó? És gondolja végig, hogyha ugye az előző vasárnap beszéltem arról, hogy reinkarnáció, hát gondold végig, hogyha valakinek volt egy előző élete, majd lesz egy következő, ha önpusztító életet folytat, gondolja végig, hogy milyen következő élete lesz. Tehát az egyik legnagyobb büntetést, amit kap az ember, azt az öngyilkosságért kapja. Mert nem azért születtünk, hogy meggyilkoljuk magunkat, de azért se, hogy mást meggyilkoljuk. Jó? Nyilvánvaló. Tehát a fő bűn a gyilkosság, a második ott a sorban az öngyilkosság. És az most, hogy burkolt öngyilkosság, vagy nyílt öngyilkosság, hogy fogja és szándékosan megöli magát, az most részletkérdés. Szó szerint részletkérdés. Gondoljátok végig. Tehát az önpusztítás, az az öngyilkosságnak egy formája. Tessék ezt végig gondolni. És nem ijeszgetés, hanem ezek konkrét adatok. Oké? Amit ha az ember tud, akkor tud tenni az önpusztítás ellen. Tehát, ha bárki önpusztító életet folytat, akkor azt külső hatásra kezdte el. Mindenki külső hatásra kezdte el. Magától senki nem kezdett volna önpusztító életmódba. Világos ez? És ezt kéne végig gondolni, hogy nem magadtól lettél alkoholista, nem magadtól lettél mondjuk láncdohányos, nem magadtól lettél esetleg drogos, stb. Stb. Nem magadtól lettél idegbeteg, az is önpusztító életmód. Oké? Végig kellene gondolni. És ha nem magadtól lettél, akkor talán magadtól ki tudsz ebből jönni, nem? Van erre módszerünk egyébként. Tehát módszert ne várj itt a díjmentes részben, mert nem adok. A módszerek a képzésekben vannak. Hogy mit, hogyan tudjál megtenni, azt a képzésekben vannak. Itt beszélek arról, hogy ne folytass önpusztító életet, ha önpusztító életet folytatsz. De azt nem tanítom ebben az első részben, hogy hogy juss el oda, hogy ne legyen önpusztító az életed. Azt a képzésekben, a tényleges képzésekben, amiket ugye az imént felsoroltam, tanítom meg az embereknek. Úgy, hogy én nem folytattam életemben önpusztító életmódot.
Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha úgy látod, hogy tenni kellene valamit ezért az emberiségért, akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy úgy se lehet tenni, meg úgy se teszünk, hát akkor éld úgy az életedet, ahogy akarod. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!